mindenki az elején, mikor megismernek, akkor mondják, hogy hú, de nem kapnék tőle egy pofon, meg biztos erőset üt. Hát igazából mindenkitől ezt szoktam megkapni, de aztán ők is látják, hogy milyen jó, meg megy, és örülnek neki. Mityko Veronika 21 éves korára a hazai női súlyemelés legreményteljesebb fiataljává nőtte ki magát. A jelenleg 71 kilóban versenyző békéssabai kiválóság szakításban 96 kg-os felnőtt országos csúccsal büszkélkedhet. Sportpályafutása azonban nem a tárcsák között kezdődött. 5 éves korom óta sportolok, 5,5 évig tornáztam, aztán ugye egészségügyi gondok miatt abba kellett hagynom. Aztán kipróbáltam egyéb sportokat, és végül itt kötöttem ki, amit nem bánok, mert nagyon szeretem csinálni, élvezem, és hát szerencsére jönnek a sikerek. Úgy volt, hogy lejöttem a terembe, és kondiztam. Láttuk, hogy volt súlyemelés, kipróbáltam, és akkor így megtetszett, és azóta csinálom. A saját határaimat túl tudom lépni, ez ami megfogott benne. Hála Istennek, most ezt mondom így utólag, hála Istennek a súlyemelésre tökéletesen alkalmas testalkattal rendelkezett, és megpróbáltuk a család támogatással a súlyemelést elkezdeni, ami szerintem nagyon szépen fejlődött, csodálatos eredményeket hozott már egy éven belül. Hát ami a legfontosabb, ugye szorgalmas volt, tehát a mai sportban kevés a tehetség, tehát nagyon-nagyon sok szorgalomra van szüksége, tehát tudott már a legelső pillanattól, de szerintem ezt a tornából hozta, tehát a tornában megtanulják a gyerekek azt, hogy ha kell reggel 6 órakor edzek, ha kell este 8 órakor edzek. Tehát ő neki nem volt probléma az, hogyha azt mondtam, hogy szombaton is fogunk edzeni, mozogni kell, mert még tanulnunk kell. Tehát ő természetesen szorgalmasan minden edzésen részt vett. Én egy kicsit, nem azt mondom, hogy jós tehetség vagyok, de előrelátó vagyok, tehát hamar észreveszem azt, hogyha valaki tehetséges és jó, nagy képviség nélkül, tehát azért úgy is foglalkoztam vele már az elejétől kezdve. Tehát már az első év végén a serdülő magyar bajnokságot meg tudta nyerni. Ez azért azt jelentette, hogy nem egy tehetségtelen gyerek, tehát azért egy év alatt nehéz a dobogó legfelső fokára kerülni súlyemelésbe, meg pláne. Nagyon sok munkát kell előtte, technikát, tehát a technikát nagyon-nagyon hamar megtanulta, tehát azzal nem is volt problémánk, pár hónap alatt tökéletesen alakítottuk a technikát, ami a mai napig látszik, tehát a legtechnikásabb magyar súlyemelő lánynak számít, pláne szakításban, tehát szakításban a nemzetközi mezőn élén van, és ez azt jelenti, hogy technikailag tökéletes a mozgása. A tavaly már másodszor az év női súlyemelőjének választott Veronika számos sikert ért el eddigi pályafutása során, és azok közül is az idei eredmények állnak a legközelebb a szívéhez. A Junior Európa Bajnokság, ahol harmadik helyezett lettem szakításban, meg az idei felnőtt Európa Bajnokság, ahol negyedik lettem szakításban. Én a magyar bajnokságoktól kezdve mindegyikre büszke vagyok, tehát mindegy állomás, mindegy egy olyan szakasz a felkészülésének, ami nagyon-nagyon fontos szakasz, tehát a legelső egyéni csúcsára is, amikor itten a srácokkal próbáltunk mondjuk 50 kiló fölé kerüljön szakításba, de ugye természetesen a nemzetközi eredmények azok, amik a legfantasztikusabbak, ugye van egy európai junior bronzérmünk, ami egy csodálatos dolog, sajnos a tavalyi évben neki kimaradt a junior év. Én már sokkal többet vártam akár ennél a bronzéremnél is, és biztos is vagyok benne, hogy előrébb lettünk volna úgy a junior VB-n, úgy a junior Európa bajnokságon, de sajnos a kialakult helyzet miatt ezek elmaradtak. Van egy Európa bajnoki negyedik helyezésünk ebben az évben, az már felnőtt, az egy fantasztikus teljesítmény volt, egy felnőtt országos csúcsot tudott már csinálni az első felnőtt évében. Nagyon jól elindultunk ebben az évben, én várom azt, hogy az U23-as Európa bajnokságon akár érmet is tudjunk szerezni, szakításban mindenféleképpen, de most nagyon-nagyon ráálltunk arra, hogy a lökést is csiszoljuk és följöjjünk olyan szintre, mint a szakításban, tehát ott legyünk a nemzetközi élmezőny első 6 helyezésén belül, akkor már összetettbe bármi lehet. Rengeteg munka, kitartás, sok mindent fel kell áldozni. Az U23-as EB-t kifejezetten várom, mert szeretnék minél jobb eredményt elérni, és ugye, ahogy az edzőm is mondta, már elkezdtük a felkészülésre. Hát valamikor fáradtnak érzem magam, akkor egy kicsit visszább veszünk a terhelésből, utána meg már megint új erőre kapok és csinálom. A cél az természetesen a 24-es olimpia, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most erről az olimpiáról lemaradtunk, benne volt a kvalifikációs rendszerben,
14 hölgy jut ki az olimpiára, ő a 19. volt, tehát ezt az 5 helyet kell ledolgoznunk. Ez egy nagyon-nagyon sok munka, kevésnek tűnik ez az 5 hely, de azért ott rengeteget kell dolgozni azért, hogy az első 14-be bekerüljön a Veronika, de a feltételek hála Istennek most még adottak, úgy a önkormányzat, úgy a súlyemelő szövetség támogatja azt, hogy ő jó versenyző legyen, súly van bőven az edzőterembe, tehát emelni lehet. Ha szorgalmas és tényleg abszolút lemondó lesz, tehát most a profizmus abból fog állni, hogy 24 órás súlyemelőnek kell lenni, tehát nincs mese. Tehát amikor alszom, akkor is súlyemelő vagyok, tehát nem lehet lazítani, nem lehet bulizgatni. Tehát talán még jól is jön egy-két Covid helyzet, amikor nincs buli, hanem csak az edzés van.